Na, akkor kezdjük. Na, hello mindenkinek. Vegyetek kézbe egy bögre teát. Kezdődik hamarosan a játék. Mivel múltkor elfelejtettem lementeni a streamet, ezért újra fogom kezdeni a Sonic Adventure DX-et. És természetesen az azzal jár, hogy újra fogjuk nevezni az egyik csávót. Úgyhogy kezdjünk is. Igen, sajnos a testream alkalmával elfelejtettem lementeni, úgyhogy most az egész túlra fogom kezdeni. Már csak az is, mert szeretném lementeni az eddigi végjátszásainak. És igen, amúgy megint Sonic Adventure DX, mert kaptam úgymond egy kihívást, hogy haver, nyáv végig 100%-a a játékot. Hangos picit, oké, akkor lentem veszem. Így mennyire lesz jó? Select a character. Let's get him! Pa 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 pa. Én próbálom tényleg úgy mentem benni, hogy azért én is autó vagyok. Hát annyi, hogy még egyelőre ez nagyjából jó, remek. Egyelőre még ez a mikrofon lesz, ami most itt van a fejemen, egy kis headset. Viszont berendeltem egy új mikrofont, ami remélhetőleg jobb lesz minőségileg, és meg nem kell a fejemen hordani ezt a szart. Na, bocsánat a kifejezésért. Oh yeah! This is happening! Huh? És úgy látom egyelőre, mint a te vagy itt, Doni. Na, majd jönnek szépen a többiek is. What's up? És megint meg fogom próbálni azt az egy bizonyos glitch-et. Innen néznek. Beszélsz csak. Faszom! Tényleg nem néznek még babák. Ja, és igen, van egy körül. Berendeltem egy új mikrofont, ami tényleg remélhető, hogy sokkal lesz, nem headset lesz, hanem amúgy igen, de amúgy nekem még az is feltűnt, hogy ott van az a két gyűrű. Minek? Az átvezetőjére kivették volna, hogy valami. És igen, azt a glitch-et meg fogom megint próbálni, amit múltkor sikerült, nem tudom, hanyadik próbálkozásra. Csak először elkezdtem valamit a részük. Nem fogok olyan helyeken meghalni, ami ez még kikász. Gyere már le. Hey, I'll play with you some other time. Hát ez gyorsan még volt. Egy picit még amúgy lehet, hogy meghalni a játék. Ha a fickó vagy. Á, nem, csak a mikrofon sajnos ilyen szar. Sajnos. Próbáltam ma javítani rajta, de valahogy nem jön össze. Hát na. Hány forintos? 3-4000 forintos headset, tehát túl sokat nem vártam tőle, amúgy sem, meg igazából ez csak egy ilyen alkalmi cucc. De mondom, szerdánra, ha minden igaz, megkapom az új mikrofont, és akkor már remélhetőleg szerdán azzal fogok streamelni. Meg hát egy HDMI kábelt is, úgyhogy innentől kezdve tudok majd és Wii címeket is elővenni. Amúgy is lenne pár, amit szeretnék egyedül is, meg természetesen Spidey, azaz Kinga is szeretne streamelni majd. Meg vele együtt szeretném majd
Például én a Super Mario 3D World azt végig akarjuk streamelni már csak Lermi miatt is, hogy bemutassuk neki, hogy ketten jobbak vagyunk, mint te! Ezt nem kell neki elmondani, hogy esetleg nem látja ezt a részt, mert... Ajaj. Tails? Watch out! You're gonna crash! Igen, az a szájmozgás az annyira beautiful. Amúgy erre a pályára egy másik fajta zenét akartam bemodolni. Csak nem, szerintem ha beraktam volna, akkor DMCA strike-ot kaptam volna. Ugyanis ehhez, ennek a pályának a daljához van vokális verzió. És hivatalos vokális verzió. Úgyhogy egyelőre csak egy remixet raktam be, a hivatalosan mix ugyanúgy, de... Still. Emlékszem, hogy múltkor neki mentem a láthatatlan falnak, és nem értem mai napig, hogy ez hogy. Én azt értem. Hú, igen, a demo verzió az nekem is megvolt. Ezt tényleg elég sokat toltam még én is. De... Mióta megvolt a teljes verzió, az eredeti dolgozás verzió, az valahogy ott is van a polcon, mert szerintem lehet, hogy az utána a pálya után leveszem. Annak is az volt a története, hogy bementünk a Tesco-ba, szüleimmel még nagyon régen, azt hiszem 2006 körül, Shatter kb. Igen, pont abban az évben. És konkrétan volt egy ilyen Sonic-os stand a PC és Sonic játékoknak, meg aztán volt egy két konzol is ott is akkor. Ott volt ugye ez, akkor a Sonic Heroes, ami már addigra megvolt, annak is megvan a saját története, hogy ez hogy került meg, és hogy lett meg nekem. Meg ugye a Sonic 3D Blast, abban is a 2004-es verzió, meg a Sonic R. Abban is ugyanúgy a 2004-es verzió. És hát volt nálam akkor pont zseppénz. Ilyen 3000 forint körül, azt hiszem, nem tudom most pontosan. És akkor az volt ott, és akkor a célom, hogy kell nekem egy Sonic játék. Akkor is veszek egyet. Nem tudom melyiket, de meg fogom venni. És hát, pont ott volt ez. Szervusz, Övecki Peti! Jó téged is látni! Igen, elővettem a Sonic Adventure DX-et, mivel a múltkori teststreamet sajnos elfelejtettem felvenni és hát rögzíteni. Én nem tudtam felrakni YouTube-ra, úgyhogy újra kezdtem az egészet. Már csak azért is, mert szeretném magamnak archívban lementeni. És üdvözlet Retro Spider-nek is amúgy, aki itt ül mögöttem. Laptoppa. Bizonyítékot kérünk? Milyen bizonyítékot kérünk? Ja? Szerintem belelátszottál. Végül is megszereztem dobós verziót, aztán lecserélt másik tornát a kettő DVD-t. Hát igen, az egy életet cserélje volt, Dani. Az életet cserélje volt. Nem vesztettél sokat, mert amúgy ezt a játékot már többször is végigpörgettem. Mondjuk 100%-ra azt hiszem 2 éve csináltam meg először, de az az egy küldetés a Mission Mode-ban annyira szar, hogy hihetetlen. Konkrétan egy gyűrűk felett kell átugrani a snowboardos pályán Sonic-kal. Hát azt hányszor újra próbáltam, az egy kínszenvedés volt. Visszatom az a Sonic Adventure-t. Amúgy igen, a Game
cute-os verzi... Long time no see, Sonic! Long time no see, Shadow! Fordítva kellene a hangot, na mindegy. De hogy igen, a GameCube-os verzió az annyiban lenne jobb a PC-snél, hogyha esetleg megvan a Sonic Advance 1, meg azt hiszem a Sonic Pinball Party, hogy ha összekötöd Game Advance kábellel két játékot, akkor a csávodat át tudod vinni a GameCube-osból a Game Boy Advance-es játékba, és fordítva is működik. Igen, amúgy azért ez jó. Ennyiben én is pártolom a GameCube-osot, de szerintem azt majd csak egy kicsit később fogom. Még először kéne szereznem egy GameCube a memóriakártyát, meg két GameCube kontrollert legalább. Na és akkor... Ciao, Kert! Oh! Mi? Azt hittem, őket kitöröltem. Hát akkor nem. Na várja. Ah! Első Willy. Még Zaki nevezte el a tesztadásban ezt a csávót, úgyhogy őt megtartottuk így. Mondjuk azt hittem, hogy töröltem a csávókertet is, de ezek szerint az pont megmaradt. Van egy aranykánk, akit elneveztem Dieselnek, mert Vin Diesel. És van itt egy ilyen csávó. Hoppá, koszlá. Gepi. Azt hiszem őt még Momo nevezte. Szia Momo, pont rólad beszéltem, üdv az adásban. No de. Nézzük. Tápoljuk Willit, amíg nincs itt szok. Majd utána szerzünk még egy-két csávot. És akkor mindenkinek lesz egy csávója. Ha esetleg időközben leállna majd a kamera, akkor szóljatok nyugodtan, mert Bubért használom Droidcam-nál. Próbáltam egy másik programot, de az a gond, hogy az nem volt valami hú, de jó, ez meg múltkor sajnos egy idő után leállt valamiért. Na nézzük, van egy fehér tojás, amit nem tudom megvenni. Sonic Adventure DX-et. Hát igen. Szakszerű kis állatfogás. Igen. De most már tudom, hogy mikor merre kell menni, szóval ennyi jó lesz az egészben. Úgyhogy lehet, hogy kicsit rövidebb lesz az egész. Igen, az ott egy one-up room volt, nem. Ezt annyira hiányom, majd a következőben lesz annyira chill, azt annyira imádom Mystic Ruins-nak a háttérdalát. Ezt többször is hallgattam, vonaton ülve, vagy csak úgy sétálva a faluban, amikor még szüleimmel laktam Tattaszadán, annyira imádtam. Köszönjük önöket a mávjáratot! Long time no see, Sonic! Nem, mert Eggman a neved. Ajaj, Super Mario Bros. Nagyon szfoly. Majd mindjárt mutatom, hogyha visszamegyek innen. Így van, Mystic Ruins. Igen, oda megy a gondok. Nem jön a gondok. Komolyan. Annyira cringe az írás, de annyira élvezhető. Mint a minden más. Hát igen, az vicces lett volna, hogyha már nem ér oda Sonic. Mondjuk nem is csodálkoznék rajta. Másik easy boss.
Ez ilyen egyperces boss. Se. Get a load of this! Menni akarok a chill pályára, ami annyira nem chill, de chill. Get a load of this! Várj, az nem az, ami Heroes-ban volt? Az a beszólása? Tojás, darázs. Amúgy igen. Hát figyelj, amúgy segbe akar szúrni, szóval... Meg tudom érteni. De nem jött neki össze. Ah, akkor jól emlékeztem. Sonic Heroes-ban volt a... Get a load of this! Hey, I'll play with you some other time. Sonic meg nagyon játszani akar később. Eggman for President, yes. De amúgy a Sonic Boom-os Eggman a legjobb, én azt mondom. Annak olyan karaktere van, hogy az hihetetlen. Mondjuk azért a Jim Carrey-féle Eggman az ilyen. Abból meg 8-án meg fog jelenni végre a DVD változat, úgyhogy azt is be fogom úgy szerezni. Plusz azt hiszem, jövőre jön a Sonic második filmje. Arra viszont nagyon kíváncsi leszek. Jön a kakaó. Hát most nem kakaó van, most csak tea van, bocsi. Nem tudtam venni Nesquikjét. Ez nem a reklámhelye. Köhöm, káosz. Káosz kakó. Fú, az milyen lenne. A gór fogjuk, van egy dinnapi randi volt nekünk Sonic egy éve. Ez igaz. Olyan volt, mint Deadpool, amikor kint voltunk Angliában. Úgyhogy két Valentin napi filmben, amit bármelyik Valentin napkor meg tudnék nézni. Deadpool és a Sonic Dark. Semmi más. Akárki akármit mond, Angyalok Városa, Titanic, ilyen. Bocsánat, hogy azt mondom, lófasz. Egyik se romantikus film. Deadpool. Most komolyan, csávókám megküzd a rákkal, hogy utána meg megmenti a barátnőjét attól a Dilly Doffy-tól, aki azt tette vele, hogy mutáns lett konkrétan, és nem tud meghalni se. Konkrétan egy két lábon járó tuba. Sonic Forces-ban nem kapott boss fight-ot. Azzal sajnos még nem játszottam, mert még nincs meg a Sonic Forces, de szeretném majd beszerezni. Múltkor megnéztem The Completionist, vagy sokan úgy ismerik, The That One Video Gamer, Gerard. Ő múltkor, azt hiszem még múlt évben, amikor megjelent a játék, vagy egy-két éve, nem tudom, kivesészte és azt mondta, hogy nem lenne rossz játék amúgy, ha Completion módba viszed, akkor sok jót tart, tehát rengeteg időt tudsz belölni, viszont ha csak végigszaladsz a kampányon úgy, ahogy van, akkor igen, sajnos rövid a játék, ilyen 4-5 órás, azt hiszem. De viszont az tényleg gáz, hogy se, hogy káosz nem kapott bele benne boss fightot, de amúgy benne van a fájlaiban. A játék fájlai között ott van káosz, és volt benne egy boss fight, és azt hiszem pár rajongó meg is oldotta, hogy ezt a boss harcot elő lehessen hívni. Tehát, hogyha fogom is játszani a Sonic Forces-t, akkor azt úgy fogom, hogy azt a boss harcot bele fogom modolni, mert az engem érdekel úgy. De így, hogy eredetileg nem volt benne, az kicsit gáz, szerintem. Főleg úgy, hogy ott volt az ellenfelek között. Hopp. Azt elhagytam, jól van. Igen, ez tényleg nagyon chill, amúgy. Annyira imádom. Ami még számomra ilyen, az... Gusty Garden a Super Mario Galaxy-ből meg. Bármi az Animal Crossing-ból szinte. Meg így, hogy nemrégek kipróbáltam végre a Stardew Valley-t. Abban is annyi jó chill zene van, hogy fú. Az a játék amúgy tiszta relaxációs, és azt bármikor, bármikor, ha úgy van, én szívesen tolnám co-op módban is, mert ugye van benne. Te meg miért nem ugrasz fel? Most mondtam, hogy nem fogok bénázni, azt helyre bénázok, hát nézd meg. Na, úf. Jó.
Suicide the Hedgehog. Yes. Welcome to die. Nem tudtam kinyerni, de hát ha már itt vagy. Másik dolog, amit nem értem. Egy kőfalnak ugrok neki, de az konkrétan felrobban. Egy robbanással. Miért? Ezt mondja, várj el nekem valaki. Miért robban fel? Egy kőfal. Mikor egy kék sünnet ugrik. Nem még elég szóz. It's too edgy for a hedgy ES. Na igen, Shadow the Hedgehog, azt is szeretném majd egyszer végigforgatni. Még ha csak simán is. Sima végigjátszás is, de szeretném egyszer majd végigforgatni azt a játékot is. Majd egyszer talán beszerzem a GameCube-os verziót, annyira viszont akkor a Wii-hez kell lesz majd egy átalakító. Nem tudom, hogy az per pillanat mennyibe kerül, de amúgy szeretnék majd tényleg Wii-s játékokat is, illetve a jövőben GameCube játékokat is streamálni. Csak hát ugye ahhoz tényleg kell majd nekem egy memóriakártya, meg legalább két GameCube kontroller, mert nem egyedül szeretném tolni. Amit viszont szeretném majd egyszer GameCube-ben beszerezni, az az Eternal Darkness. Sanity's Requiem, az... Become the evil! What? Not Shadow Fever, Shadow, Shadow please! Igen, a Sonic Paradox. Mi is voltam? A Sonic Shorts, azt hiszem? Igen, Sonic Shorts. Fú, azt mennyit néztük. Hát konkrétan Spideyval Sonicon keresztül ismerkedtünk meg. Annak is megvan a története. Egy jó hosszú történet. Azt hiszem valamelyik akkori barátunknak a rajongói oldalán ismerkedtünk meg. Hát hosszú volt az idő, mire összejöttünk. Nekem még van DVD-n. Igen. Jaj, tényleg. Most így eszembe jutott, ha már Sonic. És ahogy találkoztunk. Tails Doll. És köcsön. Na, az fasza. Hát majd ha szerzek egy GameCube kontrollát, meg memória kártyát, akkor lehet, hogy élnék majd a lehetőségkel. Szia, Zaki! Beugrott a társvír. Képzeld, megmaradtak a csáuk. Úgyhogy első Willy megmaradt. Na, ide el tudok menni. Na akkor. És akkor most megpróbálkozom még egyszer azzal a glitch-el, mert azt meg akarom örökíteni az emlékeknek. Hát ez komolyan. Ja, így van a kamera. Mindig elfelejtem amúgy, hogy itt az analóg nem működik. És csak a két vágomban tudom így a kamerát állítani jobbra-balra. Na faszom. Yes! Miért? Hol van meg volt? Apukád, kutyád. Jó van, akkor majd leközelem. Nem húzom az időt ezzel. Ja igen, most ide akarok beugrani. Szóval. Megmaradtak a csávók. Igen, a kis csávók. Első Willy, a Cappy, meg a Vin Diesel. Megmaradt a család. Magának új telefont is segítettem beállítani. Na, az fasza, milyen telefont vettetek, jobban. Yes, Nocturak. Van plusz mód. Ezt nem ismerem most így hirtelen. Na.
Amúgy arra akarok majd egyszer rájönni, hogy a csáókat ebből a játékból hogy lehet a PC és Sonic Adventure 2-be átvinni. Az annyira poén lenne. Igen, ennyire bosszant ez a glitch. Nem akar összejönni? Jó. Nem szórakozok vele. De egyszer akkor is megcsinálom megint. Meg kell örökíteni ezt a glitchet, hogy beesek a fal mögé. Ráadásul egy olyan helyen, ahol nem lenne szabad meghalni. De nem érdekel. Megcsinálni. És kész. Nem tudom hogy, de megfogom egyszer. Igen, még ide akarok bejönni. Csinálunk egy ilyet. Igen, itt volt még egy power up, amit elvileg el lehet hagyni, de... This is the crystal ring. This reduces the time needed to store power for the lightspeed dash. De ez csak jobb lesz. Jaj, tényleg a... Igen, csáó kert, mert van egyébileg két kis állat, amik között nincs keserű. Vili! Ne hallj meg, Vili! Fogni. Tápoljuk Vilit. Vili lesz a sztár. Csávókért. Közép kategóriás. Most örül neki, mert van rajta 90 Hz-es mód. Lovely. Let's cheese this level reference. Igen. Jó pár pályát amúgy itt is úgy le lehet cheese-elni. Majd ha egyszer eljutok Ice Cap-be, azt megpróbálom le cheese-elni. Azt úgy le lehet. Főleg a snowboardos részét. Na hát itt meg azt úgy lehet le cheese-elni, hogy most várok egy picit. Addig iszok egy kis teát. Komolyan, ez az a pálya, amit nem tudok hova rakni, mert van három opció, hogy ezt a pályát megcsináld. Hát az első kettő az, hogy flipper, az egyik a Sonicos, a másik a Knights-os. A harmadik opció az, hogy megvárod, amíg háromszor leesel. Valamelyik flipper játékban. És úgy, hogy nem szerzel többet. 20 gyűrűnél, és itt tudsz több gyűrűt szerezni. És rövidebb idő alatt. Na, kis állatfacsa. Na jó, akkor fecske. Még így is egy türelmi játék néha. Ezt elhagytam. Van a következő. A következő. Még egy tízes. Még egy tízes. Tízezres. De jó lenne abból egy köteg. Tisztelt honfitársaink, felajánlom az Aldi tenyésztéséget, melyben szilárd, halmazállapotú sárga színű tejtermékekkel borítsuk be eme földszintre a magasabb területet, más téve szintet. Vassz! Miért maradtam le? Meg egy élet. Jól van, a szamoknak is kell a szórakozás. Szórakozás, azt értem, hogy két flippel ütő jobbra-balra dobálja. Igen, az tényleg. Én is kipróbálnám, hogy egy flipper ütő engem is jobbra-balra dobál. Most gondolkodom, hogy látom, még egyszer újra kell ezt menni. Én mindig jobb, mintha flippereznék. Ámen. Sajtozásról beszél... Sajtozás... Miről marad a fény itt le? Milyen sajtozásokról marad a fény itt le?
Azt gondolom úgy, hogy normálisan ezt a pályát nem tudod úgy csízelni. Mondjuk jó lenne. Szinte köszönöm, amikor oda. Yes. Na akkor várunk vagyunk. Hú, most így, hogy említve volt az előbb a kakaó, most eszembe jutott az, hogy régen, amikor nagy Shrek 2 láz volt, és még a nagynéném a szerencsi Nestlé-ben dolgozott, volt zöldalmás Nesquik, amit Shrekkel promotáltak. És ez nem vicc. Mert én megittem olyat. És őszintén szóval nem volt rossz. Zöldalmás Nesquik. Gondoljatok bele. Szóval egy baszott sok szaltó. Hú. Hát ha megcsinálnám azt a glitchet, akkor tényleg baszott nagy szaltó. De akkor én is. De kettőt. Geci, én most veszek. Hát, azon gondolom, hogy már nem forgalmazzák. De amúgy, őszintén szóval nem volt rossz. És tényleg, Shrekkel promotálták azt a kakaót, mert tényleg Shrek láz volt akkoriban. Erre a zuhanyt elhagyom. Jó, akkor mindjárt megyek zuhanyozni. Így faszom. Jó. Na még egyszer. Mindjárt begurulok. Amúgy tudjátok, mit lenne jó még tovább? Sonicát. Na jó, kint a kedvéért. Sexy Sonic zuhany. Fanker gázott. Yes. Na jó, elég a gyerek napból. Dolgunk van, gyerekek. Találkozunk kell Eggman-ben, mert long time no see. Amiket közös karaoke streamben. Majd akkor, hogyha Lerni is jön. És ide. A Starbeans Café főhadiszállása a nyíregyházára. Jump up super sunshine! Yeah, not bad. Wait. What? Can you feel the sunshine? Hú, de... Everybody super sonic crazy. Mindenki szuper szónikus gyorsulása. Lába majd jobb földön kell tartani. Hú, ez most kb. Olyan, mint a... az AC/DC-től a villám. Na 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 villám. Várjuk, ha a Shrek Nesquiket megcsináljuk, akkor az Shreknek melyik testnedve lesz? Na igen, a melyik testnedve lesz akkor az Shreknek, ha megcsináljuk a zöld Shrek Nesquiket? Mert két opció van. Nem akarom tudni, pedig tudni kell. Ez egy tudományos felfedezés. Nem azért. De, komolyan, szerintem ezért még Nobel-díjat is kapnánk. Van több is. Shrek-szencia. Shrek is love, Shrek is life. Nem tudom, Sonic-tól, hogy kerültünk el Shrekig, de nem baj. Várjál, először... Na jó, mindjárt visszajövünk ide. Le kell adni a kis állatokat. És akkor mindenki besrek. Ja, igen. Mindenki besrek. Közben Willy tápoljuk. Mert Willy love, Willy life. Azt hiszem, Zaki még egy fanartot is csinált belőle. Ó, de balfasz vagyok. Faszom kis állat. Azok már eltűntek. Oh.
Holy fuck. Hát itt vannak. I'm a safata, who's the safata? Na, akkor távoljuk így. Hú, azt hiszem Zaki erről még csinált is egy fanartot. Az egy gyönyörű fanart. Azt én ki fogom nyomtatni, és ki fogom rakni a falra. Mert első villamos. Azaz Billy. Kisájjat. Hol van, addig tömd a fejed. Tömd a fejed. Egyes staminát. Na hol van? Na volt még elvileg egy nyúl. A nyúl, a nyúl, az üreg nyúl. Ezen még nem ittam semmit, de elvesztem. Bort. De még van itt. Hol leszok árulnak, bontatlanul. Mikor olyan? Komolyan árulnak az olaszok, Shrek Nesquicket. Shrek Squick. Ami tényleg az. Hogy állsz? Király. Amúgy lesz rá lehetőség, hogy legyen második Willy. Mert csak azért is, mert összesen három csávókért van ebben a játékban. Jaj, nem ide kell jönni. Például. Hát most mondanám, hogy rendelj be egyet, de nem merném meginni. Ti tudja, hogy... Közben... Pillanat. Úristen, és tényleg... Ez nem ilyen... Beszarás, és tényleg van Shrek Squick. Hát nem is most gyártanák, akkor azt mondom, hogy oké, de... Fú, basszus. Hú, Shrek Squick. Nézd meg a Black Marketben, a Chowkerben, hát ott van áfa nélkül. Hű. Nem mondasz hülyeséget, lehet, hogy jó lenne. Kis Shrek Squick. Na de amúgy, kicsit visszatérve a Sonic elve, amúgy Cold Light a megmondhatója, azt a játékot fél óra alatt megcsinálom 100%-ra. Sőt, konkrétan nekem az egy hobbi, hogy így délutánonként előveszem a Sonicert, és minden nap megcsinálom legalább egyszer 100%-ra. Annyira rövid az a játék amúgy. De amúgy most ebben a számítógépben, amit nemrég pakoltam össze, sajnos nincs, nem az lejátszó, úgyhogy majd nagyon meg kell azt is oldani. De úgy szeretném azt is streamelni, de azt úgy, hogy egy bizonyos valaki itt lesz egy házá, és multiban előveszi velem. Gyere csak ide. Úgy. Valahogy itt letudtam pedig ezt is csízálni, csak nem tudom, hogy. Úgy pedig valahogy ezt is letudtam csízálni a régebben. Azt tudom, hogy lehet itt egy ilyet. És egy kicsit rövidebbe fogom. Jó. Azt tudom, hogy ezt viszont nem tudtam megcsízelni úgy. Hát nem így gondoltam. Tessék, feltétlenül, de... Legalább lesz gyűrű. Visszaszorítottam. Multiban előveszik veled? Igen, elő fogja velem venni. Ő is, meg én is. Ufo, ufo. De ez legyen meglepetés neki. Jó.
amúgy megvan eredetiben neked. Amúgy igen, tehát le is tudom tölteni, szóval ennyi jó. Van benne, miért baszom el? Ilyenkor sajnálom, hogy ezt a pályát nem tudom úgy lecsízenni, legalábbis ezt az egy részét. Amúgy poén lenne. Mondjuk még mindig jobb, mint Casinopolis, amúgy ami a legutáltabb pálya részemről. Már csak azért is, mert indokolatlanul hosszú. Most már be careful to not to fall off. Valahogy így. Amúgy őszintén szóval ez a játék angolosan kifejezve it didn't age well. Viszont ezt már a test stream alatt is mondtam, valószínűleg lesz egy Sonic Adventure 3, és amúgy itt tudnám valahol lecsízelni az egészet. Igen, valahogy így. Csak úgy tűnik, hogy kipecselték a játékot. Szerintem kipecselték a játékból, mert itt konkrétan nagyon ki tudtál esni. Valameddig menő személyvonat másfél órát késik, meg az utasok lassan tolják. Nem fogunk elnézést kérni. Ó, hasutasok. Sértegetni a kedvenc franchise-ot. Nyugodtan lehet amúgy sértegetni a kedvenc franchise-omat, mert Sonic 06 az egy vicc az a játék. Mondjuk igazából, amikor bejelentették az egészet, elkezdtem követni a híreket, és végül megállt. Tény és való, nem azt mondtam egyből, hogy szar, hanem ez egy csalódás. Mert tényleg abban a játékban is rengeteg potenciál volt, csak hát ugye Sega. Ki kellett adni karácsonyig. Plusz kettészették az akkori fejlesztő csapatot. Az egyik csapat ugye fejlesztette a Sonic 06-et, amiből lett volna egy PC verzió. A másik csapat meg elment fejleszteni egy Wii Sportot, amiből végül Sonic and the Secret Rings. Amit szintén szeretnék majd egyszer 100%-olni, mert én egy Wii-sa vagyok. És egy mozomista. De most egyre csak ezt fogjuk 100%-olni, mert ki lettem hívva. Lesz elvileg PC portja. Lesz rajongói PC portja. Mondjuk azt nem tudom, hogy hivatalosan lesz esetleg, de azt tudom, hogy rajongói PC port az készül. Azt simán elő tudunk venni bármikor, ha befejezik. De amúgy rengeteg rajongói projekt van, amit szeretnék majd kipróbálni, már csak a vicc kedvéért is. Gondolok itt a, hát ugye a Sonic 06-re, vagy Sonic the Hedgehog, ahogy jobban tetszik. Meg készül egy rajongói Bionicle játék, nem tudom, hogy ki lőtt fel azzal a sorozattal, azokkal a LEGO figurákkal, és lesz abban is egy rajongói projekt, vagyis készül. Aztán Questform-ba tanulja címe? Na, azt például ki akarom próbálni. Sonic and the Secret Rings hol, mikor, hogy... Igen, megvan az a játék is. Imádom. Fú, az irányítás ki. Amúgy nem lett volna rossz a... Fairy Tail Book Series abból a játékból. Csak az a gond, hogy nagyon elrontották az irányításra. Hát a Black Knight az elvileg rosszabb volt, az sajnos nincs meg. A Wii-s játékok közül egyedül a Sonic and the Secret Rings van meg, meg a Sonic Colors. A Colors van meg. A Colors például imádtam, az egy jó játék volt. Annyi, hogy nem Wii Remote-tal kell irányítani, mert az nagyon rossz úgy. Mert egy Wii Remote plusz van csak. Inkább egy Pro Controllerre, azzal sokkal tűnhetőbb szerintem. Hey, Last World is megvan. Igen, de az Wii U. A Wii U meg nem Wii. Mindegy, az a lényeg. Igen, a Sonic játéknaknál a zene az mindig mesteri. De a játék az vagy teli találat, vagy nem.
Például a legutóbbi Sonic játékok közül, amit nagyon szeretek, az a Sonic Mania. Az szerintem nagyon jó lett. És szívesen megnézzék belőle egy Sonic Mania 2-t. Amit meg, hát az nálam előrendelt játék volt, amíg a Sonic Mania, mert az... Ránéztem, és Sonic 3 & Knuckles. A számomra olyan volt. Featuring Dante from Devil May Cry. Sirius, igaz. Ojjaj, kezdődik. Unlike Sonic, I didn't chuckle. What? Wait, what? With new funky mode. HD Remix. Super Turbo Edition. Championship. Super Turbo Championship Edition. And Knuckles. Featuring Dante from the Devil May Cry series. Tudni, van valami ilyesmi? Mit rá lehetne nyomni? Rumble tech included. Yes! Only on Nintendo. Gold Edition. Igen, meg az Enhanced Edition. Deadly Six Edition. Amiibo compatible. Van még valami? Nem úgy viccet félretéve lesz Sonic Adventure 3 elvileg Sonic 30. évfordulójára. Úgyhogy ezért is vettem elő most ezt a Sonic Adventure-t. Meg később majd az Adventure 2-t is elő fogom majd venni. De amúgy Super Mario Texture Pack included. Meglazult az egyik csavar a széke, de mi van, hátra estél? Csak nem baszottál egy szajtót. Az. Na, na, másszál már fel. Hopp. Jaj. Jazz, Sonic Edition. Az. És amúgy elvileg ez bocsánat. Hogy neked mennyi életed van. Mennyi életed van még? Halljában meg. Just die! Halljaj, újságban közben egy az élet. Ő a messiás. Várj, ki a messiás? De mi kérdés? Sonic hogy tud megállni a vízen? He's Jesus-ing! Jézus Sonic. Aztán valamelyik Sonic Shorts-ban volt is egy ilyen, hogy Jesus the Hedgehog. Akkor lehet, hogy ő se. Csak titkolja. Na várjatok. Van egy Jézusunk, aki Zaki. Van egy messiásunk, aki lehet. És elvileg én vagyok Isten. Szent József. Nem kell győzelni pózt a vízfelszínen előre. És kimászok a földre. Adjú. Eggman van. Igaz, lehetni az a Brian. Ki az a Brian?
Mondta neved Zsiro. De hát a Luigi is tud futni a bizonyos Super Mario 64-ben. Mondjuk ez is igaz. De Sonic már régebből fog futni a vizen, szóval... Sonic is Jesus. És most nem figyeltem, hogy merre kell menni, de mindjárt kiderül. Várj, na most kell... Erre menni. Mindjárt kiderül. Running around at the speed of sound. Oh, nem. Na, paszt meg. Na most kezdődik az eltévedek. Kóra, többször még játszottam ezt a játékot, és most hirtem volt. Jaj, tudom, tornádó, tornádó jön. Megnakolsz. Szia. Karácsonyra várok. 2021 karácsonyára. You can now play it. Oh no. Oh no. Mokkie! Ach ja. Ach ja. Hallo Mokkie. Ach ja. Ja. Egy picit jobban egyébként műsítenék, mikor merre kéne menni. Annyira faszább lenne a játék. Nem csak azzal lenne faszább a játék amúgy. Jó pár dologgal faszább lenne. A fuck it, dude, girl. I did go. Ja, amúgy most tízét vettük elő. Vecki Petivel. Senior Pélót. The Moki Show-t. Az az ember egy arra. Mert egy Senior Pélő. Nem akartad találkozni pervezni? Nem. Pervezni ki még odébb van. Erre fogom tolni, hogyha Sun Completion-ra megyek, mert ez is része a Completion-nek, annyira utálom. Még az eredeti PC-ben jobb volt. Also, fun fact. Nem tudom miért amúgy, de a Sonic Adventure DX-nek itt a Steam-es verziójából, tehát itt konkrétan HD portok a verziójából, kivették a Game Gear-os játékokat. Nem úgy azokat is meg lehetett nyitni. Aztán még a Gamecube-osabban sem volt benne, de azt tudom, hogy a PC-be viszont igen. Volt teszünk. És nem is sejti, hogy a Pelló az magyarban mit is jelent. Amúgy igen. Valaki mondja el neki, hogy a Pelló mit jelent magyarban. Mondjuk, ha jól tudom, az inkább roma nyelv, de nem vagyok benne biztos. Systems, full power. Itt a kávézóban Peti. Na. Köszönöm a feliratkozást, Péter. És a követés a gomba. Mennyi az idő? 7 óra? Ha, akkor még van 2 óra. Végig baszolok egy Sonic kampányt akkor, ha ügyes vagyok. És nem tudom elszórakozni az időt azzal az egy bizonyos glitch, amit meg akarok csinálni, azt meg kell örökíteni! Annyi azt már most elárulom, hogy szerdán, igen, úgy terveztem amúgy, hogy a legközelebb majd szerdán fogok streamelni, hogy akkor nem Sonicot fogok tolni, hanem valami egészen más. Valamit, ami számomra egy eléggé befejezetlen, úgy már szinte minden megvan, és csak egy dolog maradt hátra, a kampánynak a nehéz fokozaton, nehéz fokozaton való végfejtetése. Battleship Brigade. És
amúgy az egy nagyon jó játék lenne, de amúgy az együtt teljesítmény az eléggé idegenlő volt. Azért is hagytam most egy picit azt, hogy ülepedjen, mert tényleg az a játék az jó, jó, nagyon. Csak az egy, több hónap. Ja, ha roma nyelv. Na. Hans úr létszik jelent. The more you know. Közben van egy forrasztjuk, nem tudom ki látja. És egy érdekes pózban fekszik. Az meg egy gíz. Tails? Kébesszei. Tails? Megerít. Sok mindent jelent akkor. Igen, amúgy egy gízítő. You're not who I'm looking for. Gízítő. Oh, I wonder if he's okay. Igen, most maskát simogatok. Majd ha egyszer elérek én is egy olyan számot, hogy tudjak majd én is ilyen biteket létrehozni. Itt lehet, hogy biteket is nálam is beváltani, ami amúgy nem bit lesz, majd még azt kitaláljuk Spidey-ba. Fogunk egy olyat csinálni, hogy 5 perc macska stream. Because why not? Nézzük meg a fekete piacot. Bózérke. What? What? Bózérke? Na nézzük. Fehér tojás. Super Mario reference. Bérexk! No! Who wants death? Sudden death. Jó. Komolyan. Azt, amikor megláttam leerni streamjét. Az nagyon erős volt. És River is. Bózerké, Bélexké, Nine. Zekiké. Az nem Zeki, Chan. Vagy Takocsú, Chan. Takocsán, Kuma-san, Kumo-sama, hua! Kecske! Négy lába van, négy kecske van. Tényleg, Zaki? Most aki kérdés. Milyen legyen Vili? Legyen sötét csáó, vagy hős csáó? Vagy csak normál? Kocsimulátor ke... Az is megvan! És kizofré. Jó, akkor van a borna. Amúgy megvan a Goat Simulator is. Autómód. Egy üzenet következő indokkal visszatartottunk. Visszatartottunk személyesen az okokból. Egyes után. Mi van? Miért hoz... A hőst miért... tartotta vissza? Pillanat. Ilyen személyezem semmi okokból. Bocsánat, csak engedélyeztem most ezt a kettőt. Nem tudom miért, de amúgy visszatartott az akinek most két kom... két kommentjét a hőst. Miért? Mi a baj a hőszorval? Bra. Amúgy igen, ez egy nagyon bra pillanat volt most a Twitch-ra. De igen, most engedélyezni fogja, mert én engedtem a hős szót. Az előző kettőnél valamiért azt mondta, hogy nem engedi, és engedélykérés kért. De most megadtam a hős. Nem tudom, mi a baj a hős szóval. Legalábbis én nem tiltottam volna ezt, szóval... Na akkor. Lehet, hogy valamely nyelven bájtolgat. Lehet.
Szónika, várjál! Nem várok. Mondd el. De úgy lehet, hogy tényleg kiúdul a mállóval. Bra. Most már jársz a célira. Tudjátok, mi lenne a legfantasztikusabb benne a játékban? Now you can play as Luigi. Jézus Mário. És most már fogok felmerülni bennem egy kérdés. Mario Kalnok? És az hol van kiírva? Azt mondja, cuki párok mindenképpen kiírva. Hol? Ez hol van kiírva? I need answers, like now. Mi történt itt háttérben? Ending funny, uhu, man has broke, the end. Jó. Hú, nem is tudom, ki csinálta a... Uhu. The Adventures of Uhu Man, vagy Bahu, vagy nem tudom mi. Van még jó volt a neve? Nem tudom most így kérteni. Fun fact. Ez ami most szól, a Sonic 3D Blast-nak a Mega Drive, vagy ahogy jobban tetszik, Genesis verzióban szólt. De hát... Views. Sonic nem a lányokat szereti, ő a gyorsaságba szerelmes, meg a gyűrűbe. Rings! Legalábbis ezt a Sonic Boom-ból derítettük ki. Sonic Boom Rise of Lilith jobban mondva. Ahol felszettél egy gyűrűt, Konstans mondta, van ring to rule them all. Rings! Meg ilyenek. A Rise of Lilith még nincs meg. Nem tudom, hogy meg lesz-e valaha, de ha meg is lesz, én szenvedni fogok azon a játékon. Nem lesz meg. Jó, akkor nem lesz meg. Hú. Hát ez nekem... Nem lesz Sonic Boom Rise of Lilith. Sajnálom, gyerekek. Nem lesz Infinite Knuckles glitch. Kár érte. Most még azon gondolkozom, hogy... Oké, hogy most Sonic ezt kibírja, de egy átlag ember szerintetek ezt kibírna, egy ilyen bocsán pályát. Ezt kibírt a csele. Igen, amúgy az Infinite Knuckles Jump Glitch, amúgy ezt kibírt a csele azóta sajnos. Kár érte. Tudtam volna csízelni egy kicsit. Itt még talán meg tudom megoldani. Á nem, ez az itt már nem tudom megoldani a csízt. Itt. Jó van, nem csízelek akkor. Jó van, kiderült, hogy nem tudok bőrítezni. Hú te, amúgy annyira rég bóhingoztam már. Volt itt annó Nyíregyházán egy olyan bár, aki kékre volna. Utoljára ott dolgoztam még, azelőtt hogy kimentünk Angliába 5 éve. Hazajöttünk, bazárt a bazár. Pedig amúgy nagyon hangulatos hely volt. Nem tudom, hogy aki Nyíregyházi, mondok itt a korlátra, hogy volt-e ott valaha. De szívesen visszamentem volna. Ráadásul amúgy nincs is tőlem messze a hely.
hol van a Joker? Látni kívánom. Én is. Hú, ezt le fogjuk csinálni viszont. Ügyes vagyok. Hú, pedig ezt le tudtam annól csinálni. Azaz! Hopp, egy cheese. Csak nem látok szót se. Hó, a kamera az meg. És most már látok. Ott volt egy sajt. Van egy teketőnyű. Amúgy itt is van nyíregyházam, még borít, de nem túl sok jót hallottam, ennyit a cheese-ra. Merre szívtam. Na, ennyit a sajtról, amit kiharcolom. Hát gyerek. Mondtam már, hogy imádom az irányítást ebben a játékban. BTS-ös. Igen, ez. A faszom. Jól van, akkor eljárnodott. De mi a... Jól van, akkor mindenki. Kicsi szacsilattuk. Á, rossz nézik. Ne is mond. És gondold el, hogy ezt én még irányítom is. De amúgy ez a része, ami rossz nagyon ebben a pályában. Faszol! Oké, Sonic! Nagyon broken pálya. Ne, amúgy tényleg broken pálya. Van itt a pályán egy... Aha, ott is van az a hajó. Nem tudom, mennyire lehetett látni. Amúgy arra is le lehet simán ugrani. Nincs lejöntősége, de rá lehet ugrani. Amúgy gyorsan meg tudom csinálni ezt a pályát. Igen, amúgy annál az egy bizonyos pánzpernél, hogyha jó szögből ugrasz rá, vagyis hogy jó szélére, és sokáig nyomod az ugrást, akkor kicsit fentebb visz. You can do it, Knuckles! Yes! Annyi, hogy még nem Knuckles-zal toljuk. Bezümmögtem. Annyi történt. Valaki elhagyta a belépő lábáját. De előtte megyünk Willy-t etetni. Willy bát. Amikor csendben hallatszik azon, hát igen, sajnos nem a legtökéletesebb ez a mikrofon. Azért is mondtam, hogy berendeltem egy újat, mert hát remélem, hogy az jobb lesz. Próbáltam tényleg sok mindent kezdeni vele, hogy ne legyen ennyire zúgós, de sajnos nem lehet megoldani, de sehogy se. Lenni azt hiszem ajánlott valami RM Noise Cancel-t ebben a programon belül, de azon volt, hogy az se segített, sajnos. Hát na.
4000 forintos headset ára. Igazából ezt is csak annó vettem célnak megfelelően. Célnak megfelel alapon, hogy esetleg múltozok valakivel, akkor ne legyek néma kacsa. De én van. Gyere ki a vízbe. Ne ugrálsz a vízbe! Állj már meg! Nyúl! Az az. Ó, ez dízelnek adtam. Csodálkozom, hogy még nem volt zöld tojás. Pedig annyira vennék egy zöld tojást. De csak azért, hogy legyen egy Lerni nevű csávunk. Hű, ezt még headseten keresztül is hallom. Csánci, szervusz Bence, üdv az adásban. Te még miért nem eszel? Edmik. Én fél óra a vég előtt klémeltem. Aztán most jutott eszembe, hogy nem klémeltem a Netflix Szilveszterkor. Hát mondjuk, amúgy azt is hány platformon osztogatták ingyen. Aztán Epic-en is osztogatták, nem még Google-on osztogatták, meg aztán Google. Megjött a banán, 12. Jó. Na, egy kis ciao rész. Igen, itt most én nem sok mindent fogok csinálni. Csak nézem a csávokat, ahogy mit. Azt. Addig iszok egyet. Gyerünk, Vili! Meg tudod csinálni, Vili! Gyerünk, Vili! Hát Vili nem csinálja meg. Vili kidőlt. Vili alszik. Vili utolsó helyen. Áj. Az az érzésem, hogy tovább kell tápolni így. Egyél még egy kis kekszet, Vili. Igen, attól lesz egy szép, nagy és erős. A sok kekstől. You left that the rest, nem baj, fent lesz YouTube-on. Hova kell menni? Ja, valasszam ide. Nem ide. Jaj, tudom, hova kell menni. Hogy lesz így Viliből ném egy császár? Hát, nehezen. De megoldjuk. Sok kekstől. Attól lesz egy szép, nagy és erős. Sok kekstől. Kókusz Peti. Hú, micsoda nevek repkednek itt. Up and down the door around. Do 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 do.
Cheese. Ez nem cheese. Itt nem merek cheese-elni. Lehetne, de nem merek. Hát ebből nem lesz jó cheese. Sonic, annyi a dolgok ember, hogy nem hihetetlen. Van vagy 20 életed, mehetsz. Nem merek, nem pazarlunk életet. Az élet fontos. Értem? Másik minél az egyik az a pörgetőzte játékot. Nem tudom, szerint kedvenc a DX-et. Hát hajrá! Amúgy egész olcsón be lehet szerezni, most már Steam-be is szóval. Ilyen 3-4 font, vagy euró jobban van. Tehát nem egy húzó drága játék. Ugye az előbb itt beszélt, azt hiszem Ölveszki Peti hozta fel, hogy nem tudom ki, valaki felhozta, hogy a GameCube-os változatot kéne, amit amúgy nagyon támogatok már csak azért is, mert ha összekötöd a Game Boy Advance-es Sonic Advance játékkal, azt hiszem az elsővel, meg a Sonic Pinball Party-val, akkor tudod vinni a csávodat. Ugyanúgy működik, mint a Dreamcast-en a VMU változat. Főleg szélek idején nagyon olcsó. Amúgy igen. De amúgy érdemes bundle-ben megvenni a Dreamcast Collection, mert amúgy rengeteg, nagyon nem rengeteg, de van köztük jó pár Dreamcast-es cím, amit tudok ajánlani köztük a Jet Set Radio-t, mert ezt elbasztam, már megint. Megvan azóta a Space Channel 5 is, azt sajnos még nem próbáltam ki. Meg azt hiszem a Crazy Taxi van benne, abban a bundle-ben, nem vagyok benne biztos, de azt tudom, hogy van egy Sega Pro Fishing, vagy valami ilyesmi a címe. Nem vagyok egy horgászfajongó, szóval az nekem egy kicsit kimarad. Aztán itt ezen a szakaszon is fogok tudni csízelni, nem vagyok benne biztos. Hát nem tudok csízelni. Igen, Sonic, vigyázz az autókra, mert elütnek a csába. Sonic, Spider, Sonic, whatever, Spider, Sonic, kell. Mondjuk nem azt. Na, úgy. 500 volt a bóhár. Crazy Taxi nekem, kiles 2 van. Szerintem a szakszerű basszus halazás. Az. 12-13 is elkültek még 2019-ben, egy Humble Bundle-ben csak 10 euróért. Hát gondolom akkor az összes PC-s Sonic játék, gondolok itt az ilyenekre, mint a Mega Drive-os klasszikusok, ez Sonic Adventure 2. Amúgy a java része nekem is megvan. És igen, megpróbálkozom meg itt vele, mert basszad! Ez mi volt? Csinálj ezt a glitch-et! Nem engedi! Nem engedi! Én meg nem engedi! Közel voltam! Jó van, legközelebb. Életcélom most már az, hogy Sonicot megöljem Station Squad-ben. Megint. Hú, már csak négyen vagyunk? Annyiban legyen. Nem megyünk. Mi az a luck? A luck az van, értem? Oh, man.
terápiát, igény hátrányos mentális állapot, sajgó szemű számítógyárnak. Ez egy tökéletes leírása a Crazy Taxinak. Amúgy azt a játékot viszont tuti, hogy nem fogom streamelni, mert... Amúgy megvan, azt hiszem valahol megvan a Crazy Taxi, de nem fogom streamelni, mert... DMCA Strike. Azt hiszem The Upspring számok vannak bennem. Legalábbis az első verzióban, a másodban már nem tudom milyen számok vannak. De tudom, hogy olyan számok vannak benne, amik miatt DMCA Strike-ot kapnék sajnos. Hát de van. Annyira poén itt amúgy, hogy itt Amy-nek a Dreamcast-es modelljét használja a játék. Szerintem elfelejtették átmodolni. Vagy modolni? Ugye vagyok. Hát... berakni a GameCube-os modellt. Hey, what's happening here? Mindjárt jön egy meteor. Meg amúgy ez annyira nem stream materiál. Lecsakadt végig picit, és elejétől... igen, az leginkább ilyen arcade játék. Tehát azt maximum úgy lehet, hogy pont verseny haverokkal is. Szevasz, tavasz! Valaki lekapcsolta az eget. Kapcsoljátok fel a villanyt. Közben nézzetek forit. Látjátok, milyen békésen alszik? Eddig. Na, cheese pálya következik ismét. Istenbír. Fú, ez valami nagyon hosszú. Ezt fel kell olvasnom. Instabil emberi állapotban szenvedő 12 megyében körözött sárga fizetésért igénybe vehető sárgatáblás személygépjármű, amely lehet benzines, dízeles, vagy akár elektromos is. Ezen belül eme szolgáltatásokat számos cégeken keresztül vehetjük igénybe. Például Nabob Taxi, Nabob Taxi, Zöld Taxi. Erről most az a... mém jutott eszembe, ahol kezded így, hogy őrült taxi, elmeháborodott taxi, vagy valami ilyesmi, és akkor a végén egy ilyen szép hosszú szöveg, nem tudom melyik volt már az, amelyem. Az nagyon jön versenyzés világ, igen, körülbelül amúgy. Hú, ilyet is tudok. Ez most túl. Ez új volt nekem. Volt pár ilyen. Igen. Ez most olyan, hogy valaki ír arról, hogy éppen mennyire szeretne hozzábújni, vagy belebújni egy nőbe. És az a versenyzés az mindent beleír. Hogy a költő ezzel a fájdalmát akarja kifejezni a világ felé. Az közben nem. Azt mi akar? Fú, ezt a pályát lecsízelni majd Completion-ben. És ezt nem csízeljük akkor. Jó. Amúgy ott volt az egyik csíz. Ott elhagytam a gyertet, hogy fel legyen. Na, kinyikoromban írt verseny jelentős része arra szólt a háttérben, hogy utálok mindenkit, hogy tudni akarok. Tehát akkor te is voltál, Timi. Kirejtjuk. Hú, emlékszem legutóbb. Itt nem tudom, hogy de leesem. Volt egy sajt. Hát ma szeretem fölvizetni a játékot.
Fú, azt hiszem valahol. Ah, gyorsabb így. Mert amúgy itt, hogyha leugrasz egy ponton, akkor ugyanúgy kijutsz itt ezen a részen. Mi zupauk? Oké, Sonic. Jön a láva! Ezt a láva. Szoktok egy falatudást. Igen, körülbelül. Mindenki más. Mindenki. Basztok egy szaltót. Sonic, basztok egy falatudást. Hú, emlékszem, hogy múltkor beglitchelt elég durván a játék. Egy 20-szor körbe repült a Sonic az egyik piros dobozt, gyűrűs dobozt. Mi zupauk? Hey, nézd már rám. Pók, nézd rám. Szia. Falunk utat és szaltót. Hát úgy lett volna vicces, hogyha úgy baszhat egy szaltót, hogyha a ház mögé esik. Leegyenesen az univerzumba. Sanyi, nem az ég, az ég, mert bódog, hanem az ég, mert zűr a fő. Baszat egy francia tervezőt. Az is jó. Közben úgy látom, volt egy disconnect, csak most vettem észre. Hát na, digi-nöt. Mennyire maradtok le? Nem sokkal szerintem. Mondjuk azért érdekes, hogy diszkonek volt, de... Nem baj, összevágjuk. Agoljuk! Na, lehet, hogy megint szórakozik a net. Hát, nem tudom. Ez komoly komis. Ez kis szenvedés lesz ez a rész. Aztán itt egy bizonyos pontszámot kell azt majd elérnem a játékban, hogyha completion-be viszed. Végigviszem ezt a kampányt, még most, talán. Because I'm a pro. Because I'm a pro. Hát na, lehet, hogy lehetni a Mario Pro, én vagyok a Sonic Pro. Jó, nem szabad, ne lőj le. Amúgy a Big kampánya lesz eléggé rövid amúgy, itt ebben a játékban. Amúgy nála is tényleg mindenki, hogy a Big, legrosszabb kampány.
Amúgy a legrövidebb, 5 pálya. A legtöbb pályát amúgy meg lehet csinálni egy perc alatt, ha nagyon ügyes az ember. Szivárogtatok. Még elvileg visszaállt a stream. Mégis nekem azt jelzi most a Twitch. A maga az OBS Streamlabs, hogy visszaállt. Azért megy a stream. Most csatlakozik vissza a streamhez, a Twitchhez. Valami pixel lehet, hogy túl tűnik. Kivéve persze, hogy hú, de igen, valamiért megszakadt az adás, nem tudom miért. Ja, plusz. Hú, mire maradtam le? Mi van a Persona 1-e? Igen, azt amúgy jó lenne, ha portolná az Atlus Steam-re. Meg úgy az összes többi Personát is. Mondjuk bevallom, az első Personát egyszer elkezdtem. Spotify-n a Persona-esték. Azt jó tudni. Mondjuk őszinte leszek, az első Personát elkezdtem PS emulátoron keresztül. Fú, nem is tudom, melyik jutottam el. De azt már csak akkor streamerjük, ha csak lenne egy PlayStation Plus-ig, bár nagyon kétlem, hogy lesz abból bármi. Itt a Get a Load of This. Get a Load of This. Personát fogják felpakolni, azt hiszem Scrambled. Nem tudom, most hirtelen mi lesz a címe. Nem csak azt kellene, hanem azt a Royale-t. Azt hiszem az a címe az úgymond Extreme-nek, Extended Version-nak a Persona-ből. De amúgy azt is portolhatnak simán PC-re. Főleg úgy, hogy most a Persona 3? Hát hiszem. Na, ezt mondom, azt kéne. Aztán a Persona 3-nak portolták nemrég PC-re. Azt is szeretném majd egyszer bezerezni, ezt elbasztam. Van 4 gold, jó. Most hirtelen nem tudtam még. Azt is be akarom majd egyszer szerezni. Amúgy szeretnék majd egyszer Personával, hát úgy Personával, hogy legálisan meg az újabbak közül. Mert a legtöbb elég fannak tűnik. Elmegosztom. Na, az jó lenne, de majd. Most annyi minden van, amivel akar, szeretnék végre játszani. Sonic, please.
most még itt van a Jump Force is, azt is szeretném megcsinálni végre 100%-ra, de az most nagyon grindfest lesz részemről. Mondjuk azt nem fogom streamelni, mert hát nem biztos, hogy bírná így egyszerre a streamet meg azt a játékot. Sajnos. Hey, oh. De részt beutálom, amely én következőt. Anya! Anya! Vaj. Amíg dolgossunk le. Köszi, Tész! Ezt megoldott a helyettem is. Menjél már, menjél már! Mi akadsz be? Na, visszagyüttem. Na, királyság! Jó, hogy Eggman szétlöveti a saját komplexumát. Amúgy teljesen. De figyelj, hogyha neki ez jó... Na, akkor barkóvázzunk. Jöjjön magán. Ha! Hát ez nagy baszott. Ezt meg követni nem tudtam. Na úgy tényleg tök jó, hogy meg ez egyben szép lévő saját komplexumát, de hát... Mondjuk, most így belegondolva, honnan van egy pénze egy mindenre? Mármint a Sonic többször is szétvette az űrbázisait, gondolk itt a Death Egg-re. Rengeteg robotját hazavágja. Onnan, hogy gonosz. Na, ez is igaz. Na, akkor sajtolunk egyet. Mondom sajt. Mondom sajt. Mondom... Sonic, please! Sonic, please! Hát ez a sajt nem jött össze. Hello? Cheddar! Sonic Cheddar! Sonic Edani! Pedig itt szülelhetett volna csízelni. Simán be fogunk fejezni ma a Sonic kampányt. Na.
Pedig valahogy meg lehetett oldani azt is, hogy egyenesen ide beugrok. És nem kellett volna megvárni ezt a... forgós részt. Tojás hordozó. Is that it? It might be, but let's check out the bridge. Ez minden. De még annál is több. Jó, nem mentem be a csávokerbe. Nem lesz Willy 2, gyerekek. Na jó, vagy mikor lesz Willy 2, most nem lesz Willy 2, majd lesz Willy 2. Bocsánat, második Willy. Jó, nekem még csak most esetleg, hogy ez egy pán. Egy kell ilyet. Igen. Tojás tartó. Lesz porosz hadvező. Hallja. Mi? Nem a madárke? Nem lett volna galampörkölt, he? Hülye vagy te? Ó, oh, hát. Amúgy még Gammának szeretem a főcím zenéjét. Ez nem is annyira chill. Legalábbis szerintem. Aj, aj, Captain. What else? You can't watch SpongeBob. Kukkétszer. Kukháromszor. Idiot boss. Now you can play as Rescue Complete. Stop it, Sonic! Step aside, Amy! Out of my way! Most egy picit várunk. No! This robot is my friend! He helped me! Don't hurt him! Igaz is, elfelejtettem megkérdezni. Okay. Kinek hogy telt az új név? Mert itt nálunk nagyon csilles volt. Hát ugye Bence Hun 12-vel, meg Ölvecki Petivel, meg Gerivel játszottunk egy kis Xbox Party-t. Így 8-tól 11-ig azt hiszem. Az nagyon poén volt. Mondom, ugye rengeteg kabarét néztünk most itt Spágyival, Sinit Hun Emirig, Gávölgyi, Antal Imre, tehát ilyeneket nézegettünk Szilveszter éjszakáján. Hajrá, Fradi! Igen! Meg hát Learn is Magic. Amerikána. If I'm to continue, I need to change this ship back to its original shape. There must be a switch somewhere on the bridge. I've gotta find it now. Hajrá, Fradi! Próbálok vele gondolni, hogy de várj, én borsodi vagyok, nekem a DVTK-nak kéne szótkolnom elvileg. Hát, kiderekem. Itt vagyok, csak passzottam egy fűtőt állást. De is. Én meg közben szórakozok a székkel. Meg ezzel a sok... azzal. Transformers, robots in disguise. Oh, rossz sorozok. Gyerekek, a macska nézi, ahogy játszok. Valamit jól csinálok. Menjél ma.
Na, várj, még egyszer. Még egyszer. Úgy. Fék! A mazzi, Fragi! Na, hát azt nézzük, hogy kivel beszélsz. Igen, magammal beszélek. Néha megszoktam magammal beszélni a dolgokat, mert hát tudjátok, egy zsenivel is meg kell beszélni. Igazam van? Igazam van. Látjátok, még helyesen is. Froggy! Na úgy, Pinknek a kampányát tényleg óra alatt se végig lehet hogy mi. Van benne egy eléggé hasznos glitch, nem tudom, hogy bárki használta-e korábban, valami, de... Elég easy, majd ha eljutok addig meg fogom mutatni. De szerintem az nem ma lesz. Amit tényleg emlékszem, amikor először játszottam vele, én is elég kicsit idegörlő volt, ahogy először elkezdtem Big kampányát végigpörgetni. Szép, wow! Na? Káosz, szép, wow! Aha! Hopp, ezt elbasztam. Nem szabad. Na. Szia, ma. Szia. Közé már ne szívni. Közé már ne szívni. Igen, így. No way! I can't believe this! Ez a passz mindig is ilyen... tedious volt. Anyád. Hopp. Komolyan, ez a passz mindig is ilyen tedious volt. Nem is, én nem emlékszem rá, de... valaki világosítson fel. Igen, egyben helyesen feljöttem, és elkezdtem. Jó. Suck. Jó, van egyszer. Jó, ezt nem tudom, hogy csináltam, de ügyes volt. Ezt nem tudom, hogy csináltam, de ügyes vagyok. Hey, look, a giant talking egg. Long time no see, Sonic. Jaj. Sonic Shorts, az tényleg annyira fantasztikus volt. Mondjuk visszanéztük múltkor Spideyval, és egy-két poén már annyira nem ütött, de... voltak köztük vicces pillanatok továbbra is. No way! I can't believe this!
Én a többször mondja azt, hogy aha, annyira viccesebb. Ebből kéne egy drinking game-et csinálni. Akárhányszor azt mondja Eggman, hogy aha, annyiszor kell egy feles lehúzni. Szerintem mindenki egy csontrészeg lenne. Na. Te meg valamit csinál. Please. 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 Szívjál már. Igen. Körülbelül. Csapkod, nézd meg, csapkod, csapkod a farkával. De megdöglenni nem akar, az is tuti. Ja, ennyi lesz volna az egész. Azt hittem, hogy... Hát, I can't believe this either. Azt hittem, hogy jó lesz, szak lesz. Ez egy hitvatállás. Mondtad. Sonic! Shanti! Hey there, Knuckles! Hey there! Oh no! I thought you got lost or something! Hát kéne mondani ezt a játékot, hogy Knuckles nevét csak az lehet, hogy... Oh no! Milyen vicces lenne már? Sándor döbbetődik! Jó! Az is jó. Na, Sonic baszhatott egy szartót. Végre. Na, most mindenki örülhet. Sonic baszhatott egy szartót. Tapsvihar. Aranyöklök János. Ráj, akkor mi lesz tesz? Mondjuk az a teljes neve, hogy Miles Tails Prower, szóval... That light! I think it's trying to show me something! Farkok Bertha. Mérföld Perben József. Egyre jobb. Na és mi lenne Pig neve? I was a frog. Last word. Jurassic Sonic. Azt hiszem ez is egy jó kis csízes pálya. Legalábbis a második szakasz csízes nagyon. Az annyira nem. Nem baj. Hű. Centiméter. Vagy Spargy szokta mondani, ez pixelen múlott. Na itt lehet egy jó csízelni. Lehet itt is a mondom. Igen, nagyon kígyáó. Ez nagyon kígyáó. Bíg Yoshi, bícsény. Átmentünk a Genuber nélkülibe. Szervusz, Geri! Üdv neked is itt köreinkben. Újra elővettem a Sonic Adventure DX-et. Csak a vicc kedvéért. És csak azért, mert elfelejtettem a múltkori adást lementeni. Annyi, hogy most volt egy disconnect, úgyhogy valószínűleg két részletbe az feltöltve, de majd kiderül. Lehet, hogy gyorsan összevágom majd. Még elalvás előtt. De az sem majd csak holnap. Majd kiderül még. Geri Manu! Ez jó, azt tetszik. Mondjuk én G-nagynek szoktam mondani. Már csak vicc kedvéért. És így baszom, ha? Menhető. Jó van. Csak egy erdő.
Nem Gergő. Csak Sivány Gergő. Nos, kedves Sivány Gergő. Te egy varázsló vagy, csak azért is. Nem, így. Aj, akkor Bowser nehézségű üdvözlet. Amúgy igen, a G-man az a Half-Life volt. Mondjuk az elsővel játszottam eddig. Őszinte leszek, ez most istenkáromlás lesz. Istenkáromlás lesz. Nekem annyira nem jött be a Half-Life. Most nézem, hogy fel fog dobbani a csat. Na, mikor robban? Mikor robban? Én nem robban? Én nem robban. Jó van. A kettest még nem játszottam végig a Half-Life-ból. Azt aláírom. Enged be. Ez nem kell. Ez nem kell. Nem szólik. Nem kell. Én nem így beszélek. Amúgy, fun fact, ezeket nem kell meggyújtani, felesleges. Mindjárt meglátjátok miért. Mondjuk ezt nem így terveztem. Második rész után érdemes véleményezni. Na hát akkor majd egyszer előveszem a Half-Life-ot is, de mondom az elsőt, végigjátszottam egyszer, de nekem annyira nem jött át a játék. De mondjuk az is igaz, hogy akkor még tini voltam, annyira nem tudtam angolul, és ugye angolul játszottam végig. Jó, a kamera. Nem, nem fordulsz arra. De mit csinálsz? Nem kértek Alien Isolation-t. Senki nem kér Alien Isolation-t. Alien Isolation az nincs a listán. Nincs meg nekünk az Alien Isolation. Hiába osztogatták ingyen Epiken és szerezte be. Nincs meg. Nincs Alien Isolation. Sör. Ne fordulj. Kamera. Please. Így. És így maradsz. Amúgy tessék. Erről beszéltem. Nem érdemes amúgy ezeket a lámpákat meggyújtani, vagy miket, mert mint látható, sokkal világosabb egy-két pillanatnál a játék itt. Na jó, nem mindig, de... Az eredeti PC-s verzióban például itt full világos volt. De ideális a hátter. Tehát persze, hát mi vagyunk a Star Beans Café, Geri. Persze, hogy aktuális. Ezért ideális a háttér. Raiders of the Lost. Nem, Raiders of the Damned 4K Assembled. Senki nem akar Alien Isolation-t nézni. Nincs Alien Isolation. Az Alien Isolation megszűnt. Ki se adták. És így... Jaj, elvesztem a csiszt. Na, így egyszer. Na. Na, a csiszt. Ó, hiszen ez lesz a csiszt, de mindjárt kiderül. Nem ez a cheese! Ez ilyen cheese. Ez nem is sajt. Ez túl volt. Itt lesz a sajt. Itt van elrejtve a sajt. Na itt a sajt. Várjunk csak!
Fingnyik. Na, mi történt itt? Mi történt a cseten? Elrobbant a cset? Rákos guba. Use the switch to light up the wall panels. You can walk on those panels when lit. Deal. Hát, van egy szertek, én nem tettet egy rúgban. Na jó, menj a picsába. Majdnem mondta a trágát. Tudok én. Szoktam is voltam. Szoktam voltam trágát mondani, meg trőget. Miért? Mondom, jól már lecsízelem a pályát, és nem, nem üli a játék. Basziszt, fasság. Vagy az van, hogy kijöttem a... Hát mutathatom volna duplát is, de az a gond, hogy lábújjal még nem gyakoroltam be. A másik kezem meg terem volt. Mondjuk akkor viszont triplát tudnék mutatni. Ugyanott. Igen, ugyanott esek le. És megint. De a legviccesebb az, hogy tényleg, ami régebben, amikor először játszottam vele, és hát nem először, hanem... Az meg végig. Igen, amúgy így lehetne lecsízelni ezt a pályát, legalábbis ezt a részét. Csak most nagyon béna vagyok. Nem akart e-mailni a játék? Hát nem. De végre meg lett. Csak 9 perc. Nem baj, meg lesz a Sonic kampány. Figyeljétek meg! Én megcsinálom. Yeah, not bad. Ah, not bad, csak 9 perc. Majdnem 10 percig szenvedtem volna. De nem rossz. Nem rossz. Szavazzatok. Tempest vagy Liberót vegyek magunknak arra az alkalomra. De amúgy senki nem szavazott az Alien Isolation-re, úgyhogy nem lesz Alien Isolation. Nem lesz se ellenvég, se Amnesia the Dark Descent. Mi van még? Fear. Az se lesz, nem lesz Fear se. Nem szeretek félni. Doom. Ah, Doomot az már bevállalom. Az szívesen. What's this place? Repentier, bebe. Where am I? This is really weird. Silent Hill? Nincs Silent Hillünk, az a gond. Rezi? Fú, na várjunk, abban mi van meg. Igen, megvan a 4, megvan az 5, meg azt hiszem a 6. Az Alienre hol lehet szavazni? Nem lehet sehol se szavazni az Alienre. Nem lesz Alien Isolation. Nem akarok szarni. Nincs Alien Isolation. Ne kérjünk olyat keresztapától, ami nem ígér, amit nem ígér meg. Nem azt, hogy nem ígérem, még nem akarok vele játszani. Nicht. Kein.
Nem akarok szarni 2021-t. Igen. Hát ha lesz is Alien Isolation, akkor még nem most lesz, de... Fú. Na majd egyszer beiktatunk egyet. Már csak a vicc kedvéért is. De... Na majd csinálok valamikor egy szavazásost. Hát... Vagy az van, hogy visszaszívom, megpróbálom visszatartani, vagy... Vagy... Közben mászunk hegyet a vicckedvéért. Hú, pedig ahogy ezt... Emlékszem, hogy... Zsüngi gyermek koromban ezt itt meg tudtam mászni, mert én nagyon ügyes vagyok. Na jó, nem szórakozunk. Haladjunk. Because I wanna fly. Megmászod a Machu Picchu-t. Picchu. Machu Picchu. Na várjunk, ez hogy is volt? Így. Nem így. Nem úgy. Ó. Édes lesz vida annyi. Aha, most lesz jó. Egyszer. Kétszer. Mi történt? He, velem aki zinókat szeret. Durva lenne szert. Nem szarás. Nem lenne pont. Ahol szép repednek a beleid és a tartalom egyikében. Fúj! Fúj! Végső tojás. Fúj! Ez nem szimpla tojás, ez a végső tojás. Aztán ez lesz az utolsó pályaszonika. Mondom én, meg lesz. Ez tényleg a végső tojás. Hát igen, ez a végső tojás. Ez az utolsó tojás. Látod milyen tojás? Nagyon tojás. Meg lesz már a Sonic kampány. Még az is nagyon belekezdek a Tails kampányba is. Nem is tudtam, hogy ennyire pró vagyok. Én a tojás mint ígére gondoltam. Ez jó. Oké, Sonic, mi van veled? Ja, hát ott még rugós volt. Jó, van, oké. Sonic, pepaszós live. De nagyon... beszapós volt. Terminátor 4. A végső tojás. Mindjárt van egy sajt. Hopp, egy sajt.
És most olyan egy érdekesség. Csiribú, csiribá. Mondom, csiribú, csiribá. Sonic eltűnt. Jön, jön itt. Plan, but this is how this works. Come on, put your shop eyes on it. Now this plan. Tehát erre elveszíted az összes. Hát megesik. Így jár az, aki megpróbálja kikerülni a sötétséget, nem jön neki össze. Mint ahogy most sem. I can outrust, outrun anything but my best. Leváldást. Pontosan. Nice plan! Kind of. Mondjuk még nem a completion van szóval. Tesla. Hey, let go. No, no. Ready? So far, I'm trying to send the kids on the bonus order, but hát na. De ez csak a Sonic kampány volt. Yes. Igazából. Felakasztások. Nem, azok csak bábok voltak. Szóval nem felakasztás volt. Na, final boss, Sonic kampány. Adom, egész volt Sonic kampány. Most csak nálam lakkol, vagy? Oké. Well, if it isn't my pal, Sonic. Polygon Eggman. De szexi. Főleg azzal a érdekesen kinéző ágyúval a robot elején. Hát akkor... Tojás vipera? Get a load of this! See if you can make it through here! I mean, I just did. Get a load of this! 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 Get a load of this. Get a load of this. See if you can make it through here, Sonic. Hmm.
Get a load of this. Get a load of this. Get a load of this. Get a load of this, the movie. Lehet, hogy probléma van. Mondjuk nekem nem jelzi a Twitch és az OBS, hogy lenne probléma. Mondjuk annyi, hogy 30 FPS-re állítottam be. Ezt nem így terveztem. Annyira nem vészes. Egy mély hangja nem elég mély. Hát még az eredeti hang van itt. Nagyon tényleg 30 FPS-re állítottam, nem 60-ra, mert kell lesz majd még venni a gépbe egy memória kártyát, hogy jobban bírja. Hát ez volt az első hangja, nem Mike Pollock, aki most a gyarmagját egy mennek. Azt hiszem az eredeti hangja elhunyt azóta, és azért volt egy csere igazából. Nem vészes. See if you can make it through here, Sonic. Kuda. Mondom, nekem nem jelzi a Twitch, vagyis a streamlapsz, hogy esetleg lenne lag. Vagy akadozna. Mondjuk ezt múltkor Lenninél is megfigyeltem, hogy nála is van úgy, hogy belaggol valamiért az adás. Lehet, hogy a Twitchnél van probléma? Akkor ezek szerint. Nem vészes itt sem. Na. Mondom, akkor lehet, hogy az, hogy Twitch-nél lát egy probléma esetleg. Vagy esetleg... net probléma. Na, sajnos az is megesik. Mert az előbb volt olyan, hogy leadott valamiért megszakította a streamet a... Vagy a Twitch, vagy a Streamlabs. Azt, hogy kívül nézi a streamet, az nem zavarod be. Hát, nem is tudom. Az is bezavarhat. Jó van, Egon. Oh no! Mit kell ez? It's no use. Give up. Hát de mi vagyunk fel, amikor te halsz meg? I don't get you. He's not gonna get away with this. It's no use. Give up. Hát figyelj, végülis ő is nézi Twitch-en, szóval. Baszd meg! Jól van, ezt megint elbasztam. Mert igazából nálam már sok minden fut háttérben. Hát ugye megy a játék, Streamlabs. Steam. Meg a Discord. És ennyi igazából. Hát na, egyszerűen majd kell lesz mennem. Még egy memória kártyát a gépbe, mert most csak egy 8 gigás van benne. De úgy vagyok vele, hogy most ez a minimumot megteszi, de ahogy haladok előre, majd szépen lassan fejleszgetek mindent. Mondom, most a legutolsó fejlesztés, és hát a következő fejlesztés, ami jönnek, mert egy új mikrofon lesz, hogy azért valamennyire tisztán lehessen engem is hallani, meg hát ha nem fog azt bújni ennyire. Tűzrók a két lappa? Nem, böngésző ez nem fut. Ez direkt nem futtatok a háttérben. Ezt nézzük, hogy kint vagyok itt. Hát igen, Spiny most tesztnéző javarészt. Mondjuk annyi, hogy az már nem teszt stream, hanem ez már élőben megy. És remélem, vagyok olyan okos, hogy beállítottam, hogy most nincs le legyen mentve, mert
fel akarom majd tölteni YouTube-ra, magamnak archívnak. Na, meg a Twitch logó mögé valami. Gondolom az üzére gondolsz a nézőszámnál. Hát majd szépen lassan valamit. Majd szépen lassan összehozzuk, hogy az összehet legyen meg. Kicsit minőségű. Minden egyes adás. De most még egyelőre csak ennyi. És most már nem kéne elbaszni. Akar csapódni? Passz meg! Jó van. Hát... véletlenül meggyilkolod magad. Igen, meggyilkoltam magam, mert baszottam már megint. Bérex mondott valamit, amit nem kellett volna. Na még megcsinálom a Sonic kampányt. Aztán megkiderül, hogy majd mégse. Kamikaze. Exactly. Get a load of this. Kamikaze egg. Igen, az meg egy új moment volt. Hú, te. Most vagy az majd berosdásodtam, vagy csak szimplán béna vagyok. Ennyit nem bénáztam ebben a játékban amúgy. Vagy csak szimplán didn't age-vel. Ahogy még a stream elején mondtuk. Danival. Úgy. Gyűrű, mint fület. Egy gyűrű, kegyetlen. Mondjuk ez az egy gyűrű megment. Mondom, az az egy gyűrű megment. Jó, az nem ment meg. Akkor ez az egy gyűrű. Gyegem. Kivigyed a diszkoszt. Hát az oké, hogy viszed a legben, de... ezt te küldted? Ezt te találtad ki? Mégis mit vártál, hogy meg jól fog a szélni? Hát... bosszú vagy te összerakva. Azzal a lópoli modelleddel együtt. Ezt muszáj volt. Ezt nem hagyhattam ki. Már csak azért is, mert háromszor megölt, annak ellenére, hogy nem lett volna szabad dél neki. Na, de...
ennyi volt a Sonic kampány. Úgyhogy... Tails kampány, maybe? Jól láttam Sonicben glitch-t. Sonic Mania az egy jó játék. Lehet, hogy azt kellett volna inkább streamálni a helyett, a szörnyűség helyett. Nem baj, jó ez. Na. De megvan a Sonic kampány. Kezdjek bele vajon a Tears kampányba most? Vagy szaladgáljak még egy kicsit Sonic-kal? Mert amúgy is, ha Completion-be akarom végigvinni, akkor meg kell csinálnom még kétszer az összes pályát. Igen, ez a 100% lényege. Nem tudom, te tudod, hát... Lehet, hogy inkább akkor... Előrök így az estére. Hát jól van. Hát jól van, Benny. Még egy fél óráig fogom én is igazából tolni a játékot. Úgy terveztem, hogy csak 9x streamelek. Igazából. Kösz, nem akarom, hogy kígyódott. Képjed ezzel szeretést. Na jól van, Dani, akkor jó nyolc, jó éjszakát, találkozunk szerdán, mert ezt a legközelebb szerdán fogok majd streamelni. Mondjuk még kitalálom, hogy szerdán mit fogok streamelni, de valószínűleg, ahogy a stream elején is mondtam, Battle Shop-t fogok majd tolni, mert van azzal egy befejezetlen igen. Még végig kell vinnem a történetmódot a kis hard difficulty, a nehéz nehézségen. Annyi, hogy tényleg amikor elkezdtem csinálni az egyik teljesítményt, az, hogy fú, mi is volt a neve? Battle Chef Brigade, vagy valami ilyesmi volt a neve. Azt kellett megcsinálnom úgy, hogy van benne egy ilyen déli kick-off mód, és ott kellett elérnem 12-es vagy 13-as szintet, most így hirtelen nem tudom, de azt tudom, hogy hónapokon keresztül szívtam vele, annyira monoton volt már egy idő után, akármennyire szerettem a játékot, egyszerűen már angolosan fogalmazva tedious volt az egész. És azt hiszem ilyen 50.000 pontot kellett elérni, így összesen, hogy meglegyen. Fú. Minden esetre meg fogom majd azt is csinálni, mert hál' Istennek most már kell, csak annyi maradt, hogy nehéz fokozaton végigpörgetni a story módot, az kész, vége mára. Most nem arra, hanem akkor az lesz. De azt tudom, hogy az viszont nem lesz könnyű. Majd kiderül. Meddig vagytok még? Most már csak azt mondom, hogy vége legyen a stáblistának. Mondjuk ezt még végig kell ezt nézni, hogy ötször. Márja, ott Tails, Knuckles, Amy, Omega. Igen, mert a játék nem azt mondja, hogy Super Sonic vagy ilyesmi, annak előtt ki van írva, hogy Super Sonic. Mert... Nem tudsz skippelni? Azt hiszem első alkalommal nem lehet skippelni sajnos valamiért. Nem baj, megtisztelem a készítőket legalább. Annak érve, hogy nem lett jó a játék, legalább tényleg rengeteg energiát öltek bele. Szóval megtisztelem őket ennyire, hogy megvárom még van, hogy a stáblista. Mint MK8-ban. Igen, mint MK8-ban. De mindjárt vége, szóval. Buy
Sega. Na. Sonic and Chill. Sonic and Chill. Amúgy igen, itt nem lehetett volna skippelni, ha jól emlékszem a stáblistát valamiért. De. Mondjuk úgy vettem észre, hogy leginkább a kamera az, ami akadozik. Hát, na, mobilt használhat per pillanat kameraként, így virtuális kamera, de majd fogok valamikor egy rendes webcamot is szerezni. X360 a Sonic játék nagyon fontos volt, mint ami volt BC és kolléga mondta egy videójában. A Sonic the Hedgehog, vagy ahogy jobban ismerik, a Sonic 06. Az volt nagyon fontos. Hát igazából az a játék, nem játszottam még vele, úgyhogy nem merek úgy véleményt mondani, de amúgy rossz játéknak van titulálva. De... igazából én azt mondanám arra a játékra, hogy egy csalódás. Már csak azért is, mert amikor bejelentették, hát ugye 2005-2006, nem tudom, hogy pontosan bejelentették, és az egy csalódás volt. Már csak azért is, mert láttam, hogy tényleg a promo anyagokat, hogy hogy néz ki, milyen szépen futott, és valaki csinált egy ilyen... Igen, most próbál megcsinálni ezt a glitchet, nem érdekel, arra még van idő. Beledobok így, de megcsinálom. Igen, most ez zavar engem a leginkább, hogy... Gricsss! Igen, majd olyan mission mód része lesz. Embert lopok. Sőt. Menj a picsába. Na de visszatérve a... I did it. Nem úgy, ahogy gondoltam, de I did it. Hogy lett volna az igazi, hogyha belsek mögé. Jó ide gonosz vagy. Igen, gonosz vagyok, megtehetem. Da. Aj, úgy tűnik, hogy ezen az oldalon nem engedi. De, mindegy. Nagyon. Hé! Hey. Ki mondta, hogy visszajöhetsz? Így. Na jó van, nem szórakozok. Akkor hol van a vodkád meg a szivar hozzá? Mint a Cupheadből az ördögbe. Hát... kölcsön adtam. Plusz a vodka elfogyott. Pálinka van. Meg bor. Abból van pár. És igen, ez egy pog moment volt. Annyi, hogy nem sikerült a házak, az épületek meg ilyesmi, de... mi kell? Na jó, még egy kis Sonic kampányt tolok, mert igazából nem akarok most így még este belekezdeni a... TS kampányba, mert az is egy kicsit hosszabb lenne. Azt hiszem 5-4 pályás. Na. Jobb lesz ez így. És akkor legközelebb, hogy jövő héten, ha megint talán ezt a játékot, akkor meg lesz... megcsinálom a TS kampányt is. Vele együtt talán szerintem még a Knuckles kampány is be fog férni, mert az sem úgy hosszú. Másik legalább elkezdem a 100%-ozást ebben a játékban is. Megint. Szia, Gizu!
Tudom, nem dohányzol, csak vicceltem. Hát na. Nem is szoktam a dohányozását. Panelben lakunk, ez nem titok, és valaki folyamatosan dohányzik a saját lakásában, a WC-ben, és mondjuk ezzel kapcsolatban nem csak mi panaszkodtunk, és beleérezni a lakásba, és fú, nagyon irritáló. Na, mondjuk annyi, hogy most így, hogy legalább ezt csinálgatom, farmolok egy kis gyűjjük. De kell nekünk egy zöld tojás, amit zöld tojás, amiből lesz egy zöld csáó, és el fogjuk nevezni Lernek. Most farkakkal vagy? Nem, még mindig Sonic. Nem akarok belekezdeni most a Sonic és a TS kampányba, mert azt hiszem az is olyan 4-5 pályás, és nem hiszem, hogy beleférne már az időbe. Főleg úgy, hogy most csak 9-ig fogok streamelni. Helyette inkább elkezdem Sonickal a Completion módot. Ami azt jelenti, hogy minden pályát még 7-szer végig kell szenvednem. A bosszokat hál' Istennek már nem kell. Azok már megvannak. Meg ugye még a minigémek lesznek ott, amiket nem fogok szeretni. Hoppá, megfan. Megelek. Mert nem látod a streamet. Hó, hogyhogy nem látod a streamet? Hogyhogy nem látod a streamet? Ez most új. Mert nálam, hát igaz, hogy akadozva, ne lá. Azt nem is engedni a rendszer. Ja, már látod a... Jól van, jól van. Yeah, not bad. Amúgy, tényleg azt akarom egyszer megmondani, hogy a Chao Cat-ből, tehát innen az a Sonic Adventure DX-ből Chao-t átportolni valahogy a Sonic Adventure 2-be, ugyanis megvan az is Steven, az is meg lett 100%-ra. Mondjuk azt nem hiszem, hogy már 100%-ra csinálnám meg, mert az a vége felé már nagyon idegörmű volt számomra. Mondjuk hál' Istennek az felhőre mentett, szóval ott megvan a mentés. Annyi jó benne. Dehogy emulátorról tolom. Ez Steamről megy. Ugyanis kiadták a játékot Steamre is. Hát PC, Steam, meg ugye PS3, X360, meg ilyenekre. Na most akkor speedrun. Na nézzük. 2 perc. Igen, speedrun jön. Itt nem lehet szarozni. Ebben nem lehet szarozni. Amúgy nem csak te vagy így vele, hogy a Dreamcast verzió jobb. Szerintem is jobb a Dreamcast-es. Sokkal szebben nézek. De sokkal szebben néztek ki a modellek. Mint ebben a verzióban. Meg nem tudom, valahogy hangulatosabb is volt. Plusz. A Dreamcast-es Sonic Adventure-höz. Ezt fogjátok ki. Voltak DLC-k.
úgyse lesz meg. Ezt újra kell kezdeni amúgy is. Jaj, a karácsony. Igen, volt egy karácsonyi DLC a Dreamcast-eshez. Amúgy az volt a pályán, hogy azt hiszem a Sonic Adventure volt az első játék, ami az volt DLC. Ráadásul konzolon. Talán beférek. Két perc pillanat. Meg lesz. Hát nem értem. Volt a Sonic Adventure előtt is DLC-s játék? Volt valami előtte. Na. Arra kíváncsi vagyok. Na, ez a pályára is megvan. Engem most jön izé. De jó. De tényleg mi volt az első játék, ami az volt a játék? Arra most már kíváncsi vagyok. Mert valamiért én úgy emlékeztem, hogy a Sonic Adventure konkrétan a DLC az maga a játék lehet. Azért kérdem, mert tényleg nem tudom, hogy volt előtte. Hatai képére, hatos képére. Volt olyan? Ugye belegondolva tényleg a Nintendo-nak is ott volt a Satellaview, meg a Sega-nak is volt egy ilyen letöltős szolgáltatása, nem tudom, mi volt a hirtelen a neve. A Sega Channel. Pont nem emlékeztem rá amúgy, de igen, az is ott volt. Jump on panel number one. It will take you to panels 2 and 3. Jump as soon as you land on a panel or else you'll fall. Nyugodtan azt nesz. Igen, X-Band. Mondjuk messzere legalábbis Super Famicom-ra emlékeztem a Satellaview-ra. Amit újraélesztettek. Na, az komoly. Akkor lehet online tolni izét. Meg a drive-os játékokat. Streets of Rage co-op-ban. Az milyen menő lenne? Igen, ott lesz majd egy cheese, de azt majd legközelebb. Eléggé hiányos. Ó, oh, kár érte. Az nagy kár. Nem minden játékhoz van, de a patch. Aha. Hát az tényleg kár érte, de na, megesik. Ez most olyan, hogy díjra se tudtak minden játékhoz online patch-t megoldani. Gondolok itt most a Mario Kartot, azt megoldották a CTGP-ak, meg azt hiszem a Smash Brawl-hoz is van egy mód, amin keresztül lehet úgymond online útizni. Nem tudom, hogy a többit megoldották-e azóta. Keresztül pedig van szarab Dream PI. Még jelenleg minden. Aha. Ja, tehát, hogy a Dreamcast-re is van ilyen, lesz ilyen mód. Ah, viszont nagyon menő lenne, mert amúgy gondolt, szeretnék majd egyszer egy Dreamcast-et is beszerezni. Nem feltétlenül csak a Sonic játékok miatt, de ott van például a Power Stone, amit szeretnék egyszer nagyon kipróbálni, meg... mi volt még? Volt egy Spawn játék, aztán azt még az Angry Video Game Nerd-nél láttam, azt is szeretném majd kipróbálni. Bad.
csak a Dreamcast is, ugye telefoncsatit. Igen, azt tudom, hogy az is telefonos csatlakozót használt. Hát na, akkoriban még az volt a menő. Jó, egy betárcsázós nőt. Nem tudom, kinek volt betárcsázós nőt, de azok a gyönyörű hangok, amiket akkor kiadott a rendszer, hogy csatlakozott a hálózatra. Gyönyörű volt. Ja, igaz, hogy 3 perc, nem szabad szarozni. Head straight up. You should be able to get out of the tornado. Én egyszer ki akarom próbálni, későn születtem ahhoz. Hű. Hát az a gond, hogy olyan szolgáltatás már nincs. Itthon legalábbis nem tudok róla, hogy bár lenne. Hát úgy, hogy neked már csak annyi maradt, hogy vissza tudod hallgatni online. YouTube-on visszahallgatod és ennyi. Én meg átéltem az a tárcsázós metet. Komolyan azok a fehér zajok, mert ezt konkrétan valami meg tudom oldani. Na, hajrá! Arra kíváncsi vagyok. Jó kis 56 kilobájt per szekundi se. Konkrétan, amikor le akartál tölteni egy képet és várni kellett rá 3 percet. Ráadásul nem is nagy képről van szó. Egy ilyen... mennyi? 600-szor... 500-as vagy 400-as, nem tudom mekkora. Tehát egy olyan képre kell várni. 2-3 percet, mire betölt. Valaki lesz egy képről a két... Na, az mennyibe telt neki, mire letöltötte az így olyan nettel a GTA-t? Arra kíváncsi vagyok. Na, szerintem ma már nem fogok új pályába belekerülni. Most nézem, hogy ott lesz az idő. Max, még megnézzünk egy-két csávó részt. Hogy referál, vagy szuperál. Első Vili, várj, beküldök. Na. 8 perc múlva 10, 21. Hát igen, 9-kor zárok, szóval azért mondom, most amúgy is feltápolom még egy kicsit első Willit. És utána lehet, hogy lassan zárok, mert... Hát na, mindenkinek kell holnapra a pihenés. Főleg akik suliba járnak, vagy dolgozni. Mondjuk, akik távoktatásban vannak, azoknak teljesen mindegy. Nem, nem teljesen mondhat, hogy 8-ra be kell érni. Be kell érni. Hát nálunk nem tudom, hogy lesz a távoktatás. Szerintem nem. Legalábbis nem nagyon híreztelik, hogy lenne bármi is. Fecske. Fecsöhöke. Hamásrek. Valaki elkövette azt, hogy floppira másolta a filmet. Nem tudom, hány floppira te megcsináltad. Igen, lekompresszelte, azt én is láttam. Irodalommal kezdek. Hú, hát kitartás, Zaki. Aztán jó sok verset elemez ki. Fenn, jó oké, de... Félek ettől a köcsöktől. Beglitchelt.
megetetjük akkor még Willit. Megnézzük, hogy hogy szuperál valamelyik Chao versenyben. Nem alszunk. De én meg nem kell neki. Hát ne szarok. Egyed meg fele. Mentem, csó. Hát szia, Geri. Találkozunk majd legközelebb. Szerdán fogok legközelebb streamálni, ha gondolt, beugorhatsz. Mondjuk annyi, hogy akkor tényleg betosabb gigére fogok már streamelni. Rá akarom zárni minél előbb azt a játékot is. Na. És akkor nézzük. Nézzük meg, szerintem tudunk repülni. Annyi repülő viszembaszomat adtam már neki, hogy szerintem tudnia kéne repülni. Oszkidő. Aki csinálja valamit Willivel, hát nem hiszem el. Utolsó helyen van. Mi ezt kérem szépen? Igen, ezt mondom. Willike nem akar jönni. Mi lesz így? Hogy lesz egy császár? Hát igen, hogy lesz így Willyből német császár? Sehogy se. De valamit csinálni kell vele. Na jó, majd. Arkok megcsinálja. Majd Tails megcsinálja. Azaz, feküdjél ki kettesként. Nem tudom, hogy egy. Áj. Úgy ezt a sebességet halljátok. Fú. Azt megint kifekszik, hát beszarok. Mennyi ma? Hát hogy lesz, hogy lesz így belőle egy német császár, Willike? Mennyi ma? Speed! Exactly. Na, ez annyi volt. Willy már nem lesz első. Csak utolsó. 8. Háj, tápolni kell Willikét, gyerekek. Hát ez így nem lesz jó. Köszönöm. Adjatok neki verebbet. Hát az lesz. Főleg Willy a verebet. Ajjaj. Ajjaj, versenyezni akarunk. Már ennyi lesz. Quit race. Hát akkor kilépünk. Na hát akkor már ennyi lesz, szerintem. Gyorsan jelenetet látok. Szia Forest, vagy Gizi, Gizi. Álljam még rajtam előtt picit. Na hát már ennyi volt.
legközelebb szerdán fogok jelentkezni. Hát, mint mondtam, Battle Shark Brigade-et fogok tolni. Legközelebb Sonic Adventure DX-et majd hétfőn fogok tolni, akkor már tényleg bele fogok kezdeni a Tails kampányba. Hát úgyhogy addig is sziasztok, vigyázzatok egymásra, meg minden. Jó étvágyat!